Az eddigiektől eltérő munkával készül a 2015-ös szezonra Bakusi Péter, a 223 cm-es egyéni csúccsal rendelkező magasugró a mennyiségről a minőségre helyezte át a hangsúlyt. A 21 éves nyíregyházi atléta október elején kezdte el a felkészülést. Nyíregyházi edzésekkel kezdtük az első két hetet. Péter utána a német válogatottal együtt Portugáliába edzőtáborozott kb. Két hetet. Egy ilyen nagyon kemény tengerparti edzéseken vett részt, úgyhogy most jut haza. Úgyhogy itthon leszünk még egy hétig, utána a Székesfehérváron egy másik edzőtábor lesz, ami szintén kettő hét, közben lesz egy válogatottnak egy felmérés, azután következően szintén kb. 10 napot lesz itthon, ahol azután Németországban, Stuttgartban fog egy másik edzőtáborozáson részt venni, és azután jön a karácsony, és akkor január közepén kezdődik a felnőttpályás szezon. Az idei felnőtt Európa-bajnokságra nem jutott ki a fiatal magasugró, jövőre viszont négy világversenyen is ott lehet a nyírsúly atlétája. Kezdődik a felnőttpályás Európa-bajnoksággal, nagyon-nagyon szeretne részt venni. Én azt gondolom, hogy egy olyan 225-226 cm-re ki tud utazni. Úgy is terveztük, hogy a részvételt terveztük, reméljük, hogy ez meg is lesz. Nyáron a fő versenye az utánpótlás Európa-bajnokság, amire készülnénk. Úgy gondolom, hogy ott szintén ilyen hasonló eredménnyel, vagy egy picit jobbal, akár dobogó közelébe is végezhet. Tehát ez lenne a fő cél. Emellett, hogyha esetlegesen sikerül még jobb eredményt elérni, akkor esetleg a nemzet az olimpiai szinthez közeli eredményt, vagy olimpiai szintet is megcsinálhatja. Emellett még lesz főiskolás világbajnokság, egyetemi főiskolás világbajnokság. Ez abban az esetben vesz részt, hogyha az utánpótlás Európa-bajnokságra a felkészülését nem zavarja. Habba tortán lenne, hogyha végül is nagyon magas szintű eredményt tudna produkálni, akkor lesz a világbajnokság, amire szintén nagyon-nagyon magas a szint. Az edző édesapja elmondta, idén 220 cm volt Péter öt legjobb ugrásának átlaga, ebből kiindulva jövőre 226-228 cm-es egyéni csúcs elérése a cél, utóbbival már a riói olimpiai szintet is teljesíteni a magasugró.